A francia delegáció tagjait Szepesi Tibor Karcag polgármestere vezetésével a megyeházán Hubai Imre közgyűlési elnök is fogadta, és a vendégekkel kulturális és sport együttműködésekről egyeztetett. Szepesi Tibor polgármester második alkalommal találkozott Lungu új polgármesterével, így azokat a kapcsolatokat, amelyek a két település között több évtizede létrejöttek és folyamatosan működnek, újra tárgyalták. Nagyjából egyszerre léptünk hivatalba, hiszen franciaországi testvérvárosunkban, Lungúban is nem olyan rég volt polgármester választás. Így azokat a kapcsolatokat, amelyek a két település között több évtizeden létrejöttek és folyamatosan működnek, hiszen azért tudjuk, hogy nem olyan régen fiatalok voltak kint Lungóban, ide látogattak a francia diákok azt megelőzően, és hát nyilván folyamatos a kapcsolat, a kézművesek, a karcagi termékek jelenléte Lungóban. Tehát azt gondolom, hogy volt miről egyeztetnünk. Nem olyan rég én is Lungóba látogattam, és ott találkoztunk először polgármester úrral, most pedig ők látogattak el Karcagra. Első hivatalos külföldi delegációjára érkezett polgármester úr, ismerkedik a várossal, ismerkedik a karcagiakkal, ismerkedik azokkal a hagyományokkal, amelyeket mi szeretnénk a francia testvérvárosunk lakóival megismertetni, és hát nyilván ő elmondta azokat az elképzeléseit, amelyet aztán a jövőben különböző pályázatok, lehetőségek formájába szeretnénk a két település között megvalósítani. Első hivatalos külföldi delegációjára érkezett Karcagra a francia polgármester, aki ismerkedett a várossal, a karcagiakkal, azokkal a hagyományokkal, amelyeket szeretnénk a francia testvérváros lakóival megismertetni. Nagyon nyitott polgármester úr, nagyon sok elképzelése van, hiszen ő meggyőződése az, és ebben azt gondolom, hogy közös nevezőre találtunk, hogy azokat a csoportokat, azokat a lehetőségeket, korosztályokat kell megtalálnunk, akik szívesen megismernék egymás kultúráját. Azt láttuk, hogy a fiatalok, tehát a 16-22 éves korosztály nagyon jól és nagyon felszabadultan érezte magát Franciaországban. Gondolom ez egyébként viszont is így működne. Illetve abban gondolkozunk, hogy ezt egy kicsit az idősebb korosztály felé is nyitni, hiszen találunk olyan mozgásformákat, különböző szabadidős tevékenységeket, főzést, horgolást, sakkot, tehát sok mindent egyeztetünk itt, vagy rumikubot polgármester úrral, amihez nem feltétlen nyelvtudás szükséges, hiszen egy-egy ilyen tevékenység közben azért túl lehet lépni a nyelv okozta nehézségeken, és meg lehet találni azt a közös hangot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas és nagyon előremutató volt az a beszélgetés, amit egymással folytattunk, és hát bízom abban, hogy ennek valóban előremutató programjai, együttműködései lesznek a jövőben. M. Pascal Orduillé polgármester elmondta, 2020. júliusában választották meg polgármesternek. A karcagi az első külföldi útja beiktatása óta. Nem csak, hogy először jár Karcagon, hanem ez a legelső hivatalos külföldi útja, amióta polgármesterré választották. Úgyhogy nagyon büszkén mondja, hogy ez az első látogatása külföldön. Bulgáriába hívták, mert egyszer azon az utazáson sajnos egyéb hivatali elfoglaltságok miatt nem tudott részt venni. Nagyon örül, hogy találkozhatott nemrég a hozzájuk kilátogató karcagi, bolgár és lengyel fiatalokkal. A szélmalom nagyon tetszett neki, és ahogy Rózsa Sándor jegyző úr körbevezette őket, egy fantasztikus idegenvezetésben lehetett része. Nagyon sok érdekes és hasznos információt tudott meg, és reméli, hogy hamarosan fel lehet újítani majd a szélmalmot, mert megérdemli ez az épület, hogy a régi pompáját láthassuk. Sok érdekes és hasznos információt tudott meg. Reméli, hogy hamarosan fel lehet újítani majd a szélmalmot, hogy a régi pompáját láthassuk. A rögtönzött karcagi kézműves termékek bemutatója tetszett neki. Megkóstolta a helyi ízeket is. Náluk is vannak kézműves vásárok másfajta termékekkel. Vannak kézműves vásáraink, természetesen másfajta termékekkel, mint itt, de léteznek a kézműves vásárok. Úgy érzi, hogy nagyon kedves fogadtatásban volt részük, mindenki nagyon tényleg szeretetteljes fogadtatásban részesítette őket, úgyhogy csak megköszönni tudja.